Sziasztok! Sziasztok! Szervusztok! Sziasztok! 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 Pál Csilla vagyok, Cukorvilág torta műhelytől. Csíkszentsimóban van a műhely. Én cukrász vagyok. Hát 2010-ben érettségi után mentem ki Németországba dolgozni egy étterembe, és ott tányérdesszertekkel kezdtem foglalkozni. Ott szerettem bele a szakmába elsősorban. Aztán Budapesten tanultam, dolgoztam még egy jó pár évet, és folyamatosan képeztem magam, amíg megtanultam annyira, hogy elmerjek indítani egy saját vállalkozást. Hát ez a szakma, ez egy gyönyörű szakma, én nagyon szeretem. Viszont nagyon nehéz is, nagyon sok erőt igényel, nagyon kell ismerni az alapanyagokat. Hát nem csak annyi, hogy szeretek sütni, és akkor fogjunk neki. Viszont nagyon szép, ahogy látjuk az alapanyagokat, különböző ízeket, texturákat lehet kombinálni, és ahogy látjuk, hogy mivé válik, megszületik egy alkotás. Nagyon jó akkor, amikor jönnek a visszajelzések, jönnek a boldog gyerekarcok egy-egy torta után, vagy egy esküvőnek a visszajelzése, a boldog pároknak. Úgyhogy ez a szépsége, nagyon szép tortákat. Tehát, hogy igazából ez az alkotási vágynak a kiélése, én itt tudtam kiélni, vagy itt tudom kiélni. Folyamatosan meg kell újulni, tehát ezt nem lehet itt leállni tanulással. Mindig képezni kell magadat. Annak ajánlom ezt a szakmát, aki kreatív, nem fél a munkától, aki szeret alkotni, szeret kísérletezni, szeret játszani az ízekkel, textúrákkal, színekkel. Tehát itt ki lehet engedni a kreativitásunkat. Tehát a munka közben, a gyakorlat közben tanul az ember. És fontos, hogy fogékony legyen, tehát akarjon tanulni, mert szerintem akkor azért a szakemberek is jobban odafigyelnek, jobban tanítanak.